káprázatos látvány is, hogy véletlenül se lehessen megfejteni a trükköt. A kézügyesség mellett sokkal inkább a személyiség számít. És aki eddig azt gondolta, hogy csodák már pedig nincsenek, az akkor még nem találkozott a szemfényvesztés nagymestereivel, köztük a kétszeres világbajnok Topázzal. Nem vagyok egy titokzatos figura, aki az ösztöneiből olvas, de imádom a kézzel való manipulálást, vagy pedig a nagy illúziókat, amikor emberek jelennek meg, vagy éppen tűnnek el. Még mindig szeretem a közönséget megnevettetni. A hétvégén ő és magyar kollégái órákon keresztül próbálták elvarázsolni a közönséget. Elég jelentős sikerrel. Kamerán képét a kulisszák mögé élesítettük, de a lebegtetés vagy épp a darabolás trükkjét továbbra sem sikerült megfejteni. Hiszik vagy sem, Bud Spencerrel és Terence Hill-lel láttam a spagetti westerneket. Azokban úgy keverték a kártyákat, hogy akkor azt mondtam, ezt nekem is gyakorolnom kell. Aztán később kiderült számomra, hogy visszafelé játszották a képet. Szóval az, hogy a kártyák innen oda mentek, az egy filmtrükk volt. Szóval esélyem sem volt megcsinálni. Az inspirációt 7 évesen ettől a filmtől kapta, plusz egy bűvészdoboztól. Aztán 14 évesen megnyerte Belgiumban az első versenyét, 4 évvel később pedig Svájcban a bűvészvilágbajnokság történetének legfiatalabb győztese lett manipuláció kategóriában. 18 éves korától a világ számos pontján lépett fel, televíziós showkban, élő műsorokban, egész estés saját produkcióval járta a világot, musicalt rendezett és énekelt, mozifilmek szakértőjeként dolgozott, szóval a világ egyik legkeresettebb illúzionistája lett. Aki Stuttgartban például televíziós kamerák előtt elefántokat tüntetett el. Bár távolról nézve játéknak és szórakozásnak tűnik az egész életük, ezt egyöntetően cáfolják. Kőkemény munka, ahol pontos forgatókönyvet kell követni, minden egyes poén perce pontosan ki van számolva. Elég soha nyilvános csávó vagyok, és csak a színpadon vagyok ennyire vicceskedő, de hétköznapokban Isten óvja azt az embert, aki velem időt kell, hogy eltöltsön, mert meg fogja ölni az unalom. Persze olyan is megtörténik, hogy hiba csúszik a számításba, de ha a bűvész gyorsan túllendül rajta, akkor a közönség észre sem veszi. Nem szégyeli bevallani, hogy ilyesmi Topázzal is előfordult már. Nagyon vicces, amikor a bűvész próbál nagyon misztikus lenni. Megjelennek természetfeletti dolgok, majd eltűnnek. És aztán hirtelen egyszer csak... Szóval ez rendszerint nagyon humoros, amit mi csinálunk ilyenkor, hogy átlépjük a trükköt és megyünk tovább. Ahogy tavaly, Badár Tamás is a fellépők között van. Évekkel ezelőtt a Hungary's Got Talent zsűriének külön díjasa volt. 5-6 évesen már több órát foglalkozott a bűvészettel, kis túlzással a kártyapakliát azóta sem rakta le. Az a baj, hogy ezt én a fejemmel ilyenkor nem is gondolkozok, hogy ezt csinálom, szóval... Kicsit, hát ilyen félautista mód ez ilyenkor. Nagyon fontos, hogy egy bizonyos trükknél miközben mondok valamit, közben hova nézek és mit csinálok a kezemmel. Topáz német, felesége viszont magyar származású, de ez az első alkalom, hogy műsorát Budapesten láthatja a közönség. Évente 280 fellépése van, a világ 10 legismertebb bűvésze közé tartozik, akit 2004-ben az Egyesült Államokban az év illúzionistájának választottak, és aki már kétszer is elnyerte a bűvészvilágbajnoki címet.